Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlévőket az Albert Irsai Szlovák Napon. Elsőként megkérnék mindenkit, hogy közösen énekeljük el a szlovák himnuszt, illetve a magyar himnuszt. Tisztelettel köszöntöm Ildikó Siposová asszonyt, a Budapesti Szlovák Kulturális Intézet vezetőjét, Szonya Jelinkova asszonyt, a Szlovák Turisztikai Képviselet magyarországi vezetőjét, Mária Klimentovát, Szlatyina polgármester asszonyát, Gurmai Zita országgyűlési képviselő asszonyt, Fazekas László polgármester urat, Szemőkné Szedlacsák Judittot, az Albert Irsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjét, valamint a vendég tánckarokat, zenekarokat, képviselőket. Mindenkit szeretettel köszöntünk. Nagy örömünkre szolgál, hogy Albert Irsa ad helyet NMS eseménynek. Elsőként megkérném Fazekas Lászlót, Albert Irsa polgármesterét, mondja el köszöntő beszédét.
Hölgyeim és Uraim, Albert és a Város Önkormányzatása magam nevében mindenkit szeretettel és tisztelettel köszöntök. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetünk. Köszönöm ezt elsősorban is a szervezőknek, az albertésai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak. Köszönöm a Művelődési Ház kollektívájának. Köszönöm a délelőtti programot az Albert Evangélikus Gyülekezetnek. És hát köszönöm a Szlovák Köztársaság Budapesti Kulturális Intézetének, hiszen a kulturális, ugye a kultúra az egy gyűjtőfogalom. Majd a folklór programot követően sor kerül egy kis szlovák ételbemutatóra is, amiről külön készültek, és köszöntök mindenkit, aki a fellépő a mai alkalmon. Délelőtt, mint már utaltam rá, az Alberti Evangélikus templomban találkoztunk egy kétnyelvű istentiszteleten. Hát valamikor ez hagyomány volt ott, nem csak hagyomány, hanem természetes gyakorlat, hogy kétnyelvű volt az istentisztelet, azt megelőzően meg szintiszta szlovák. Most már bizony ritka a maihoz hasonló alkalom. Hogy miért is, arra mindjárt átérek. Ott két lelkész is elmondta, hogy mekkora öröm az, hogy ennyien, ennyi helyről, ennyiféle ember együtt ünnepelünk. A katolikus atya, aki természetes módon volt jelen, azt is hozzátett, hogy tegnap meg a katolikus egyházközségben volt hasonló ünnepség, ahol evangélikusok és egyebek is jelen voltak, amikor is az új vácsi püspök felszentelt, illetve megáldott egy felújított épület részt, valamint Bráda Tibor munkácsi díjas és albertésáról elszármazott festőművész Szent Mária képét. Nos hát, miért is lehetséges az, hogy itt Albertírsán gyakran ünnepelhetünk együtt, különböző felekezetekhez, illetve etnikumokhoz, nemzetiségekhez tartozó emberek? Történelmi oka van. A török dúlást követően 1711. szeptember 29-én, tehát rögtön évfordulója lesz, egész pontosan a 308. Albertiba felvidékről újjátelepítettekként, hiszen itt minden pusztává degradálódott a török időkben, megérkeztek a szlovák anyanyelvű ágostai hitvallású emberek, evangélikusok. Írsán bonyolultabb volt a helyzet, több lépcsőben, több irányból, ugyancsak felvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról, délvidékről érkeztek. Zömében szintén szlovákok, de velük magyarok, németek, ruszinok, zsidók és sok mindenki más. Tehát egy tarka, többféle gyökérrel rendelkező népesség alakult ki, és miután 1950-ig itt két külön település létezett, hát ez a helyzet fokozódott a községegyesítést követően, ez a bizonyos etnikai és vallási sokszínűség. És én azt gondolom, hogy ez a sokszínűség, ez értékeket hordoz magában. És nagyon-nagyon fontos, hogy találkozzunk, amikor évforduló van, és találkozzunk máskor, a legkülönbözőbb alkalmakkor, hogy ezeket az értékeket fel tudjuk mutatni egymásnak. Én nagyon nagy izgalommal várom most a fellépő csoportokat, és hát különösen nagy izgalommal a Zvolenszka Szlatyinai csoportot, mert ha már nem mondtam el bevezetőben, akkor most ugye utalok arra, amit nagyon sokan tudnak a teremben, hogy ez a bizonyos 1711. szeptember 29-ei, egyesek szerint 24, mások szerint 29, szekéren utazó csoport, az onnan jött hozzánk Zólyom mellől, a Zólyom mellől, ez Zvolenszka Szlatyináról, és éppen a 300. évforduló óta az albertírsai nemzetiségi, szlovák nemzetiségi önkormányzatnak, meg Zvolenszka Szlatyinának testvérkapcsolata van, lassan talán beérik a két város szintjén is mindez, mondom polgármesterasszonynak. Hát akkor következzenek ezek az érték, szikrák, innen és onnan.
lássuk az értékeket egymásban, magyarok szlovákokéban és szlovákok magyarokéban, és mi itt Albert Irsán mindannyian, mert Albert Irsa természetesen mindannyiunké, mint ahogyan Kelet-Közép-Európa is, sok mindenki a földrajzi értelemben, mert Kelet-Közép-Európa, azt gondolom, hogy jogosan morváké, cseheké, szlovákoké, osztrákoké, szlovéneké, horvátoké, szerbeké, románoké, ukránoké, ruszinoké, magyaroké, és mindenki a földgolyó egészéhez képest ez egy piciny térség, de azt gondolom elég tágas ahhoz, hogy elférjünk rajta. Ahhoz pedig, hogy elférjünk rajta, az kell, hogy ismerjük egymást. És mi lenne jobb megismerési funkciójú dolog, mint a kultúra? Hát nézzünk ebből egy csipetet, köszönöm szépen a figyelmet, és miután érkezett hozzánk egy országgyűlési képviselő, dr. Gurmai Zita, úgy beszéltük meg, hogy őt én konferálom föl, tehát hallgassuk őt. Köszönöm szépen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, polgármester asszony, én azt gondolom, hogy az értékteremtés az ott kezdődik, hogy két település munkatársai, vezetői megtalálják egymást, és vannak az életükben ilyen fantasztikus közös események. Azt gondolom, hogy a kultúra az mindannyiunk számára fontos, és az a fajta hagyományőrzés, amit ez a mostani nemzetiségi ünnep is jelent számunkra, ez azt jelenti, hogy mi képesek vagyunk megtalálni azt, ami összeköt. Ennek megfelelően azt kell mondjam, hogy 10 évet voltam európai parlamenti képviselő, tehát megtanultam azt, hogy milyen a különböző nemzetiségű képviselőkkel való együtt gondolkozás, közös munka, hogy hogyan tehetünk többet a saját régiónkért, de természetesen, amikor itt vagyok, Albert Irsán, azért vagyok itt, hogy jelezzem önöknek azt a fajta szeretetet, barátságot, amit érzek önök iránt, hiszen pontosan tudjuk, hogy a kultúra, az értékteremtés, az polgármester úr számára mindig is egy érték volt. Nagyon fontos az, hogy önök, akik itt nekünk egy fantasztikus kulturális műsort fognak bemutatni, tulajdonképpen különböző motivumokkal fogunk gazdagodni, hiszen mindenféle tánclépés, mindenféle mozdulat, a ruhákon ezek a fantasztikus motivumok egy-egy tájegységet jelképeznek. Én, ha megengedik, akkor egy nagyon-nagyon rövid dallal szeretnék önöknek kedveskedni, mert mégiscsak egy magyar asszony vagyok én, és úgy gondolom, hogy számomra a magyar kultúra, a zene az rendkívül módon fontos, ezt szeretetem jelőre, és tényleg örülök, hogy itt lehetek, és megnézhetem, hogy milyen fantasztikus programmal készültek. No, hát a zene az egy jól ismert, vagy egy jól ismert dal, ez a Nádaházunk teteje, akinek van kedve, megköszönöm, a velem énekli. No, Nádaházunk teteje, teteje, de rászállott a cinege, cinege, de hess le róla, cinege, cinege, leszakad a teteje, teteje. Ha leszakad, mi lesz vélünk, sárga lábú cinege, cinege, de hess le róla. Cinege, cinege, de leszakad a teteje, teteje. Én nekem csak egy kívánságom van, hogy azok az asszony és férfi társaim, akik ezt a fantasztikus táncot hozzák, hogy legyen meg az a sok fiatal utód, aki ezt a fantasztikus hagyományt ünnepli. Én tényleg örömmel jöttem és vagyok itt önökkel. Köszönöm szépen. Megkérem Ildikó Siposova asszonyt, fáradjon a mikrofonhoz, és ossza meg velünk gondolatait. Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni, milí hostia. Tisztelt polgármester úr, tisztelt országgyűlési képviselő asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink!
Dovolte mi, aby som vás v mene Slovenského inštitútu v Budapešti privítala na Dni Slovákov Albert Hirschi. A Budapesti Szlovák Intézet nevében szeretettel köszöntjük Önöket az Albert Hirschi Szlovák Napon. Je mi cťou privítať pána primátora László Fazekasa, pani Juditu Samökné Sedláčekovú, predsedničku Slovenskej národnostnej samosprávy Albert Hirschi a pani Soňu Jelinkovú, vedúcu zahraničného zastúpenia cestovného ruchu Slovenskej republiky v Budapešti. Külön tisztelettel köszöntjük Fazekas László polgármester urat, Gurmai Zita országgyűlési képviselőasszonyt, továbbá Samökné Sedláček Judit asszonyt, Albert Hirschi város szlovák nemzetiségi önkormányzatának elnökét, illetőleg Soňa Jelinková asszonyt, a szlovák turisztikai képviselet magyarországi vezetőjét. Spoluorganizátorom dnešného podujatia je Slovenský inštitút Budapešti, ktorého hlavným poslaním je prezentovanie a šírenie slovenskej kultúry, umenia, slovenských tradícií a kultúrnych hodnot maďarskej širokej verejnosti. Našou nespornou prioritou je aj podpora Slovákov žijúcich v Maďarsku, tak aby sme rozšírili kultúrne platformy a vzájomné vzťahy so slovenskou domovinou. S úprimnou radosťou konštatujeme, že vy ste si tu v Albert Hirschi po dlhé stáročia starostlivo zachovali svoj slovenský materinský jazyk a pestujete aj unikátne, cenné a pestré poklady slovenského folklóru. Toto nesmrteľné dedičstvo vašich slovenských predkov. Az Albert Hirschi Szlovák Nap társszervező partnere a Budapesti Szlovák Intézet, melynek küldetése a szlovák kultúra és művészetek, a szlovák hagyományok és egyéb kulturális értékek bemutatása, valamint elérhetővé és hozzáférhetővé tétele Magyarországon a nagyközönség számára. Kiemelt céljaink közé tartozik továbbá a Magyarországon élő szlovák nemzetiségi közösség támogatása, az anyaországgal való kapcsolatuk és érintkezési lehetőségei kulturális platformjainak bővítése, élővé tétele. Őszinte örömmel üdvözöljük tehát, hogy Önök itt, Albert Hirschin évszázadok óta féltve őrzik szlovák anyanyelvüket, és ápolják ősei páratlanul sokszínű, s igazán értékes, gazdag folklórkincseit, elődeik halhatatlan hagyatékát. Dnešný deň sprostredkováva tradície a hodnoty, ktoré predstavujú v živote našich národov pevný, nerozdeliteľný most, ktorý poukazuje na naše spoločné korene a napomáha vytvoreniu podmienok pokojného spolužitia. Dovolte mi popriať vám podnetný a obohacujúci deň spojený s utúžením vašej národnostnej identity. Ďakujem za vašu pozornosť. Ez az élménydús, hagyományápoló és értékközvetítő esemény egy olyan nemzeteinket számos ponton elválaszthatatlanul összekötő híd is, mely közös gyökereinkre mutat rá, és egyben békés egymás mellett élésünk elősegítője. Szívből kívánunk ezúton is kedves mindnyájuknak egy igazán tartalmas, nemzetiségi identitásukat megszilárdító napot. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, jó szórakozást kívánunk! Köszönöm. Megkérem Soňa Jelinková asszonyt, a szlovák turisztika képviselete magyarországi vezetőjét, mondja el gondolatait. Milí priatelia, ďakujem, že tu môžeme byť. Ennyit fogok mondani csak szlovákul, mert azért mégiscsak önöknek egyszerűbb, ha magyarul fogok beszélni. Annyit mondtam, hogy köszönöm szépen, hogy itt lehetünk. Köszönöm szépen, hogy bemutathassuk Szlovákiát, hogy hoztunk egy csomó olyan anyagot, amit biztos kedve kapja mindenki, kedve lesz mindenkinek Szlovákiába el is menni. Vannak itt várak, kastélyok, UNESCO örökség listáján található mindenféle barlangok, helységek, és remélem, hogy a természet is, ami nagyon tiszta és vonzó, vonzani fogja önöket. Tessék jönni a pultunkhoz, tessék megnézni, és aztán mindenkit egy kis trapacskára is meghívunk. Még egyszer köszönjük. Köszönjük.
És akkor következzenek a táncelőadások. Elsőként a Maglódi Rosszicska hagyományőrző ének és tánccsoportot fogjuk látni. Ez az egyesület 2011-ben alakult. Nagyszüleiktől tanult szlovák táncokat adják elő, dalokat éneklik, és maglódi szlovák népviseleti ruháit igyekeznek korhűen megőrizni, viselni. Tevékenységükbe igyekeznek bevonni az ifjúságot is, hogy tovább vigyék a hagyományokat. Munkájuk eredményeként 2012-ben Pálházán, 2013-ban és 2015-ben Szarvason, 2018-ban Sződön ezüst minősítést kapott az egyesület. Szentesi Zoltán által koreografált maglódi táncokat láthatják tőlük, fogadják őket nagyon sok szeretettel. Oh,
Megkérném Szemőkné Szedlacsák Juditot, hogy fáradjon fel a színpadhoz. Következő percekben Kistarcsa szlovák néptáncsoportját láthatják. 1994-ben megalakult a Pannónia hagyományőrző néptáncsoport. Nemzetiségi napokon, fesztiválokon vesznek részt. Kétszeres aranyminősítést nyertek az István napi táncszámukkal. Koreográfus Szilágyiné Suba Éva, művészeti vezető Szilágyi Zsolt. Fogadják szeretettel őket. Thank you.
Ecseri szlovák hagyományőrző kör része a Petruska táncsoport jön, mely 4 éve alakult. Ecser 700 éves és az ecseri néptáncmozgalom 70 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepség tiszteletére azokból a táncolni szerető emberekből, akik valaha óvodában, iskolában vagy a nagy együttesben táncoltak. Táncosaik életkora színesnek mondható a 18 évestől egészen a 68 évesig, de ennek ellenére igen nagy az összhang, mert a tánc szeretete és a hagyományőrzés összeköti a tagokat. Műsorukat javarészt a szlovák néptánc világából merítették, de vannak magyar táncaik is. Ma egy szlovák táncot fognak táncolni, mégpedig Nógrádiban gyűjtött anyagból, neve Nógrádi Karikázó és Páros. A koreográfus és a táncot betanította Szilágyiné Suba Éva. Fogadják őket szeretettel. Polena, polise, polena,
mu frajera. Kegyelje mám, kegyelje mám, budem mať, budem si ho milúvať. Aj sobotu, aj nedelu s ním spávať, aj sobotu, aj nedelu s ním spávať. Aj sobotu, aj nedelu s ním spávať, aj sobotu, aj nedelu s ním spávať. Vykvítom mi pudom ľučkom turíček, naučiť sa k nám podievam Janíček. A Janíček, duša moja, milý môj, či si ešte taký verný, jak si bol? Ach, Janíček, duša moja, milý môj, či si ešte taký verný, jak si bol? Ni som ja už taký verný, jak som bol, lebo mňa už môj kamarát objel.
Ismét a kistelcsai szlovák néptáncsoportot, Pannónia hagyományőrző néptáncsoportot láthatják. Thank you.
Most pedig a Szlovákiából érkező tánckar a Slovenská Slatina előadását láthatják. A falu hagyományait őrzik és adják tovább, 10 éve működnek, 40 fővel. Kérem, fogadják őket is szeretettel.
babicske moja. Pán babicu is. Zasadom istolom! Istolom, začínať a na zajtra večer zdraví odpočívať. Se svadinu išli! Se svadinu išli! Zdrajok noci! Sa mi radia, mi ne sa povista.
Tak, nevesta milá, prichodí tá chvíľa, aby si sa s partou rozlúčila. Už nebo mojej slobode, už mi ona ide po vode. Už mám takýho, čo mi rozkáže, slobodu mi zaviaže. Jedno malo vtáča, a hraj! Jedno malo vtáča, jedno malo vtáča, jedno malo vtáča, privítajme nevestu. Ona mojej slobody, aj tej panenskej podoby.
vodičky do vody. Na zelené lúky. Na zelené lúky kopa sena. Na zelené lúky kopa sena. Thank you.
Oh,
pekná nevesta. Išlo dievča travu žať, postretli ho jagri, lebo dievča travu dali, lebo na zemľa hni. Cintaria, 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 rajro, cintaria, cintaria, cence, bo, bo, bo. Dievčence, tak je ste veselí? Ja nám dá, že veky celé vydávaš veľmi. Detka, ak neviete, že načne uselenom tebe sníva. Tak moja, tak moja. Ďakujem za pravú nedávo, radšej na zemľavo, ešte vočo
Aby mi ovečky
Vianoš jari pribudli. Oh,
Ahora viva me.
prišli? A čože ste nám doniesli? Prišli sme na tie dele. No, pekne, a mladencov si kde nahali? A tam sa ešte krčme voľate zahovorili. Ale no, nebudeme tu takto stať. Aha, muzikanti narichtovaní. Nože si voľa čo rozkážete. A veru, že si aj rozkážem. Nože, páni muzikanti, šteboce. Thank you.
dámici prišlo ko mne v čiernej kabani. Povedalo, že ma zje, že ma zje, že ma zubí zene zmierce. Všetni v radu mladí vnúkami, slavo zaži, zaži. Ja jedného mám doteraz na hrtane a o tých druhých vám radšej zaspievam. Dala som frajerov. Nemala som frajerov, dostal sa nie.
veden, ale von Rišavi, ako stari greli. Mala som frajerov, jak na lúke kvetov, mala som frajerov, jak na lúke kvetov, dostala ani tati, veru svetu nebol. A ja si vyberiem jedného pekného, a ja si vyberiem jedného pekného, čo mám kde zvrtať do rána bielýho. Čo mám kde zvrtať do rána bielýho. A hraj! Chvála Bohu, žienka moja, že si sem prišla. Či ťa azda, Matka Božia, mne dnes doniesla. Mne doniesol Svätý Duch. Zaplať, žienka, zaplať. Jaj, Bože, boj, čo svoj, tak, 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 tak,
prítomní, dovolte mi, aby som sa za nás, za Slatinčanov, poďakovala, že sme tu dnes mohli byť. Že sme mohli byť na Dňoch slovenskej kultúry v vašej Albert Hirschi. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon örülök annak, hogy így találkoztunk, és remélem, hogy tetszett Slatina Ilusa. Slovenská Slatina je len malá obec na strednom Slovensku, ale máme naozaj bohatú históriu a krásny folklór a ľudové tradície a sme na Slovensku Slatinu veľmi hrdí. Slatina čak kicsi kis község Közép-Európában, vagyis Közép-Szlovákiában, hogyha úgy veszük, de nagyon gazdag folklór és a műsor, a szlatinai műsor. Fiatalok és a krom. Majdnem ugyanannyira fiatal. Ja verím, že ten malý kúsok Zvolenskej Slatiny, ktorý ste vy mohli vďaka folklórnej skupine Slatina tu dnes vidieť, že naozaj vás potešila, zohrial vaše srdiečka. Ja remélem, hogy tetszett a műsor, ez a Slatinai műsor, hogy felmelegítette a szíveket. Chcem sa poďakovať aj za naozaj nadštandardné priateľské vzťahy medzi obcov Zvolenská Slatina a mestom Albert Hirscha a ja verím, že aj po dnešnom dni sa tieto vzťahy budú naďalej rozvíjať a prehlbovať. Ďakujem vám všetkým a ďakujem mojej folklórnej skupine Slatina. Nagyon szépen köszönöm ezt a fogadást, és remélem, hogy Albert Hirscha és Slatina között fennmarad a barátságot.